ha már az ajánlóban ezzel a hasonlattal éltem, hogy olimpiai bajnoki címek, akkor most két olimpiai bajnokot köszöntetünk itt a stúdióban, Péber László matematikus személyében, valamint Csidra Gergely pszichológus személyében köszöntöm az urakat. Mennyire túlzó, hogy mennyire reális ez a kijelentés, hogy végül is azok a kutatói munkájukért járó címek, elismeréseket, a pályázati támogatások, amiket megkapnak, ezek megfelelnek valóban a nemzetközi összevetésben egy vonalbeli teljesítménynek? Hát ez egy kicsit azért túlzás. A pályázóknak, ezt a pályázóknak nagyjából 10%-a kapja meg, ez az évek alapján így tűnik, és ez persze csak európai pályázat. A másik, amiért ez túlzás, hogy ezt nem annyira a múltbeli teljesítményre adják, az is számít, hanem aznak alapján, hogy milyen pályázat ad be az embert, mit akar csinálni, azt értékelik, hogy vajon amit akarnak csinálni, az elég előre viszi a tudományt. De a korábbi teljesítménye alapján megszavazott bizalom. A korábbi teljesítmény kell ahhoz, hogy eldöntsék, hogy vajon a kutatóval miért tudja hajtani azt a most a pszichológiában ezt lehet, hogy kicsit nehéz megítélni, de egy matematikus, a számok embere számára, illetve az ő megítélésében lehet, hogy egyszerűbb a helyzet, nem? Nem, én azért azt gondolom, hogy ha olimpiai bajnokot mondunk, akkor én például a Lovász Lászlóról vagy a Szemelédi Endrére gondolok. Lovász László az egyetemen témavezetőn volt, Szemelédi Endrével van egy közös cikkünk, és ebből tudom, hogy mennyire ijesztően okos. Mivel jár egy ilyen bizalom? Mekkora összeggel, mennyi időre, és milyen eredményt kell letenni az asztalra? Hát én durván 2 millió eurót kaptam, 5 évre, persze ezt nem zsebbe, hanem munkacsoport. Igen, és gyakorlatilag valamit meg kellett ígérni, valami, ami egy nagy feltűnést keltő eredmény volt 2010-ben, valahogy mostanra érett be az elismerés. Mindig el kell mondjam, hogy egy Szabó Endre nevű úriemberrel rendkívül jó együttműködésből született, és meg kellett ígérni, hogy ezt valami zseniális módon kiterjesztjük. Szerény. És hogyha erre bebizonyítottam volna, hogy 50% esélyem van, akkor nem kapom meg a pénzt, mert akkor rutin. Ha nulla, akkor se kapom meg. Tehát körülbelül azt kellett elmondani. Ez volt a pályázat. Lehet, hogy azt kellett valahogy elhitetnem, hogy van 10% esélyem. Természetesen nem így van. Nagyon röviden még mielőtt megkérdezzük a másik témát is, hogy megértsük, mi a téma, mi az ígéret, és mi alapján a 2010-es eredmény. Amit a következő 5 évben kibontanak ebből a jelentős összegben. A konkrét eredményt nehéz elmondani, de vannak ilyen tehát vannak olyan hálózatok, amik nagyon erőteljesen összefüggőek. Az Istennek nem lehet szétvágni őket valahogy, és mégis ezt valahogy úgy kell megcsinálni, hogy mindenkinek kevés ismerőse legyen, tehát mondjuk egy ismerettségi hálózatnál. Mindenki 3 embert ismer, és mégis valahogy az van, hogy akárhogy szétvágjuk 2 embercsoportra, mindig rengeteg ismerettség megy át. Tehát valahogy ilyenek megismerésében és gyártásában, úgymond, van szerepe annak, amit én csinálok, vagy amit mi csinálunk, és ezeknek rengeteg felhasználása van a matematikában, a számítógéptudományban és máshol. Aha. Nézzük a másik kutatást, az alapokat és az ígéretet. Hát az ígéret az, hogy kiderítünk valamit a csecsemőkről, embercsecsemőkről, és pedig azt, hogy hogyan értik meg az emberi társas viszonyokat maguk körül. Ez egyébként nem egy új téma, elég sokan kutatják a világon, mert egy új megközelítést ajánlunk arra, hogyan érthetik, minek alapján érthetik meg a... És minek alapján értik meg, egy pszichológus hogyan tud egy csecsemővel kapcsolatot teremteni? Hát vizsgálatokat végzünk vele. Tehát ezt a pénzt én kaptam, de természetesen nem én fogom elkölteni, hanem ez egy kutatócsoport, aki ezen dolgozik. Ebben van egy csomó kutató, többség egyébként külföldi kutató, akik ebben dolgoznak, doktori diákok, asszisztensek és a többi. A kutatás úgy folyik, hogy van egy babakutató laborunk, oda bejönnek a csecsemők a szüleikkel, és akkor ott megvizsgáljuk, hogy hogyan reagálnak különböző dolgokra. Mutatunk nekik videófelvételeket például arról, hogy
emberek hogyan, milyen interakcióban vannak egymással, megnézzük, hogyan reagálnak, megnézzük, milyen következtetéseket vonnak le, megnézzük, mikor lepődnek meg, megnézzük, hogy mi az, amit bejósolnak, mi az, amit elvárnak, hogy mi fog történni, és ennek alapján próbálják kikövetkeztetni, hogy hogyan értelmezik, amit látnak. Na most ugye ül itt az akadémiáról egy akadémikus professzorunk, aki a Soros által támogatott Fantom Egyetem melletti szolidaritását fejezi ki, és ül itt egy külföldről támogatott kutatónk, ahogyan ezt magára tűzve nyíltan, szégyentelenül hirdeti, és aki azt a bűnt követte el például, hogy Londonból kimondottan a CEU kérésére hazajött Magyarországra a magyar tudomány hírét és eredményeit javítani, és globálisan. Nem azért jöttem haza, hogy a magyar tudomány hírét javítsam, hanem azért, hogy alapítsak egy új kutatócsoportot, erre kértek meg a CEU-ban 2008-ban. Amikor hazajöttem, akkor sokan bolondnak tartottak, Londonban is, Magyarországon is, hogy itt nem lehet összerakni egy olyan kutatócsoportot, amit ott lehetett. És nem volt igazuk. Összeraktunk egy egészen elképesztő kutatócsoportot, tényleg a világ egyik vezető kutatócsoportja ebben a témában a világon. Most utóbbi időben egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy lehet, hogy mégis igazuk volt. Ha a CEU-nak mennie kell, akkor valószínűleg igazuk volt azoknak, akik úgy gondolták, hogy bolond voltam, hogy hazajöttem. Nem lesz erre szükség, hiszen ahogy hallottuk a hírekből, azért egy picit most már puhult a helyzet, tehát van már bizottság, akivel lehet tárgyalni. Például van már bizottság, akivel állítólag egyszer talán lehet. Lesznek azért érdemleges tárgyalások. Ez nekem új információ. Ez viszonylag új, ez egy új bizottság, és még természetesen nem történt tárgyalás. Rengeteget beszélünk egyre negatívabb trendekről a magyar oktatásban, alapoktatástól felsőoktatásig. Mi annak az oka, hogy Magyarország, mégiscsak te az olimpikon hasonlattal kezdted, ilyen elképesztő eredményeket tud felmutatni? Én azt gondolom, hogy bizonyos témákban, mint például neurobiológia, matematika, itt ilyen 100 évre visszamenő hagyományok vannak. És ezek nem olyan könnyen megtörhető hagyományok? Pár évtized romlása. Én azt hiszem, hogy ezeket remekül tönkre lehet tenni. Vagy igaz, vagy nem, én hallottam olyan adatot, hogy veszük a diákolimpikonokat, mindenből, matematika, kémia, bármiből, körülbelül az 50%-uk az már rögtön megy Cambridge-be, vagy valami hasonló helyre. Na most, ha ez így folytatódik, akkor ez a tendencia meg fog törni. Hát, ha csak nem jönnek haza, reménykedünk őszintén. Én nekem vannak tanítványaim, akik elmentek, de igazából posztdoktorális ösztöndíjra. Tehát, aki egyetemre megy, az én úgy látom, az ilyen személyes tapasztalat, ez nem felmérés, az már nem jön haza, mert annyira külföldön szocializálódott. Ott volt az első barátnője, mondjuk. Aki PhD-zni megy, annál necces, hogy hazajön. Vagy az első grantje. Igen, és ha ezek elmennek tanulni, tehát gimnázium után, akkor legtöbb nem fog hazajönni. Ilyen hát módszerekkel lehet hazahozni. Ez a hiszen ő éppen olyannal jött haza, igen. Igaz, pár évvel ezelőtt. Ha nem fog hazajönni, az, hogy nagy valószínűséggel nem fog hazajönni. A matematikai kifejezést használ. Egy picit, mert hogy alacsonyabb szintre, vagy vissza az életkor tekintetében. Hogy korábban, ha már diákolimpiákat is említette, sok tárgyban, de matematikában különösen éleskedtünk. Nem tudom most pontosan, hogy állunk ebben a témában, de ugye a PISA felmérések nem túl jó képet festettek. Hát valószínűleg ennek a PISA felmérésekről hallottam, és összesen elkeserítő. A matematikai diákolimpiákon jó volt Magyarország, de hát most olyan országok, mint Kína azért általában lehagyják érthető okokból. Mit ért ezen, hogy érthető okokból? Hogyan oktatnak ott másképp? És hogy az ugye az amerikaiak és a kínaiak között egy ilyen régi klasszikus vita, hogy a kemény, poroszos kínai tanítás meg fogja hozni azt az eredményt, amit a szabadabb és a kreativitásra alapozó liberálisabb oktatás a nyugati világban mindig azt gondolja, hogy felülír. Most erről ilyen pár apró képen van, nem egy összefogott. Tehát például azt tudom, hogy Kínában, ez más szinten, egyszerűen 100 egyetemet így kijelöltek, és oda rengeteg pénzt öntöttek, és ezeket fölfejlesztették. Tehát voltam egyen, ami meg volt az nem akarat Peking, és a pénz. Rengeteg pénz, és ott akkor fölépít, hazahoznak valakit, aki mondjuk Amerikában volt 10 évig, és az létrehoz egy tanszéket. És megvesznek bárkit, aki világszínvonalú. Igen. És nem 10 millió, hanem másfél milliárd emberből igen. Válogatnak azért, igen. Ez sem egy. Vagy évente 200 nagyon jó diákot elküldenek Amerikába és Nyugat-Európába, és utána a legjobbakat veszik vissza. Illetve még egy
egy sokkal specifikusabb dolog, tehát egy alacsonyabb szintű tanításról, hogy azok, akik a bizonyos kínai tankönyvek alapján tanítanak, azok egész életüket azzal töltik, hogy tökéletesítsék a tanítási technikájukat. Tehát konkrétan egy Angliában élő ex-Szovjetunióbeli úriember előre ír, hogy azokat a tankönyveket, amit a kínaiak használnak elemi iskolásoknak, Angliában azért nem lehet használni, mert a tanárok nem lesznek elég képzettek. Ezt én nem tudom ellenőrizni. Ezek módszertani különbség. Módszertani különbség. Tehát ha valaki azzal tölti az egész életét, hogy megtanuljon jól tanítani, és nem mindenféle egyébbel van elfoglalva, akkor lehet, hogy jól fog tanítani. Hát élmény volt beszélgetni két díjazott és elismertek komoly kutatási eredményeket elért tudóssal, és további jó munkát kívánok, és hát a megnyert pályázati pénzek hatékony felhasználását persze. Köszönjük mindjárt nevében. Köszönjük szépen.